Sziasztok! Hosszú kihagyás után a csatornánk visszatér, és a Cambium 60 GHz-es multipontjával fogunk foglalkozni. Egy ideje köztünk van ez a termék, több mint egy éve jött az első szállítmány az Access Point Kft.-nek a raktáraiba, de igazából nem beszéltünk róla, mert a termék ettől függetlenül szoftveresen nem volt kész, talán még ma sincs teljes egészében kész, de ma már megérett arra, hogy beszéljünk róla. És ha beszélünk róla, akkor kell egy szakértő is, aki a témában azért jártasabb, mint mi, csak kereskedők, és ez lesz Balog Attila! Sziasztok! Attila! Te egy ideje már foglalkozol ezzel, a Telekom berkein belül csináltál egy tesztet is, amiről egyébként nem számoltunk be sajnos. Sokat beszéltünk róla, hogy fogunk arról csinálni esetleg egy videót, de aztán végül az nem jött össze. Mi is az, amivel te kezdted ezt a 60 GHz-es multipontos tapasztalatszerzést? Igen, ez egy ilyen közös program volt a Magyar Telekom, a Deutsche Telekom és a Telekom Infra Project között, és ott a Facebooknak, a Facebook Connectivity-nek a Teragraph nevű 60 GHz-es multipont rendszerét teszteltük itt Magyarországon, viszonylag nagy területen, két településen is volt ezzel kapcsolatosan ilyen széles sávú hálózatunk. Mikebuda talán? Mikebuda és Márku, ez volt a két Ez nem be is járt a sajtót, tehát lehet találni, hogyha erre a két dologra rákeres, vagy két helyiségre rákeres az ember, akkor vannak infók a neten. Na, vannak róla white paperök is angolul, tehát végül is egy nagyon érdekes projekt volt ez, megpróbáltuk azt, hogy hogyan lehetséges 60 GHz-es, tehát teljesen 100%-ban vezeték nélküli szolgáltatást csinálni, és akkor ezt az a fixed wireless access, akkor nagyon-nagyon levegőben volt ez a dolog, hogy ez a következő nagy boom ott a telco iparágban, és azt néztük meg, hogy ez lehetséges-e. Tudunk-e valóban gigabit, vagy gigabithez hasonló sebességet elérni, olyan felhasználó élmény biztosítani az előfizetőinek, mint amit mondjuk egy optikai hálózaton keresztül is tapasztalnak, és ott találkoztam a Facebook Connectivity-nek a Teragraph nevű rendszerével. Amivel azért ez ilyen közös rokon. Közös rokon. Talán valamiféle eredménye azoknak a munkáknak. Ez. Így van. Egyébként én nagyon büszke voltam arra, hogy Magyarországra hozták ezt a tesztet, mert egyébként nem. Tehát, hogy itt-ott tesztelgettek a világban, de nem tudom, öt teszthelyszín volt talán, vagy valahogy így? Az elején voltak azért volt egy komolyabb setup az Egyesült Államokban, illetve távol-keleti országokban, a brazíliai régióban is, tehát több helyen próbálták tesztelni ezt a technológiát, és a DT, mint egy ilyen éllovas ebben a tippben, bevállalta ezt a dolgot, hogy akit egy ilyen közös együttműködés kapcsán csinálnak egy olyan méretű, nagyobb hálózat, amire még nem volt példa. Itt kvázi két falut lefettek ezzel a technológiával, és ha jól emlékszem, még a vezeték nélküli betáplálása a bázisállomásoknak is megtörtént, tehát ott sem optikát használtak, vagy ez hogy is volt? Hát ez egy self-backhaul network, tehát igazából a maga a hálózat az ugyanazt a frekvenciát használja az ügyfeleknek a kiszolgálására, mint amivel a hálózatnak a felhordó része ez együtt megy, de ezt az egészet aztán végül is optikával tápláltuk meg. Tehát volt egy optikai betáp, és az egy optikai betáp után ez a mesh hálózat, ez lényegében a saját hátán hordozta egy darab a 2 GHz-es 60 gigás csatornán keresztül szolgáltuk ki a felhordó hálózatot is, meg az ügyfél kapcsolatokat is. Igen, alapvetően ez lenne a célja, legalábbis amikor én az első konferenciás, nem is tudom, információkat szereztem, hogy ez a mesh hálózat, 60 giga multipont, hogy ez mégis mire való. Ez itt meg is valósult, ennek nagyon örültem, hogy láttuk, mert egyébként a nagyon sok WISP, meg más kisebb ISP-k, azok alapvetően nem gondolják, hogy a mesh hálózat az irány lehet, mert hogy mindig az a cél, hogy a legmegbízhatóbb bázisállomás struktúrával menjenek, tehát hogy szünetmentesítés, gomoly optikai vagy valamilyen vezetékes betáplálás, és mindig minél ezt masszívabb bázisállomást próbálnak létrehozni. Itt viszont pont ennek ellenébe megy a dolog, mert arról lenne szó, hogy sok kis bázisállomást lerakok, és hogyha valamelyik kiesik, akkor elvileg még arra is lenne mód, hogy helyettesítse a másik bázisállomást. Így van. Hát a 60 GHz azt érdemes elmondani, hogy ezért ez egy ilyen alapvetően nagyon, nagyon szűk sávban terjedő kommunikáció, szinte ilyen, mint a fény, azt szokták rá mondani, hogy milliméter lévés azért nagyon-nagyon hasonlóan viselkedik, mint a fény. Tehát ha nem látunk rá egy konkrét rádióra, akkor ott nem lesz kommunikáció. Uh-huh. Van némi esély ilyen tükröződésekből összehozni valamit, de hát ez nem olyan, mint az igazi. Uh-huh.
De teljesen elképzelhető, hogy ha van egy kliens rádiónk, és az esetleg rálát egyszerre két darab bázisállomásra, akkor szükség esetén az egyikről át tudna mondjuk kapcsolni a másikra, hogyha elveszíti a konnektivitást. És azért van itt annyi sávszélesség még egy kliensnél is, hogy abból lehessen backupot adni esetleg egy-egy bázisnak, pár száz megabit, az még mindig jobb, mint hogyha éppen nem működik. Egyébként ezekről mi beszéltünk már korábbi videónkban, nézzétek meg esetleg a 802.11 AD vagy az AY-os Explained videónkat, ott bővebben körbejárjuk a két szabvány körüli különbségeket, meg egyáltalán mindenféle 60 GHz-es tudnivalót. De most nem mennénk bele, hanem inkább fokuszáljunk a Cambium Networks-re és annak a CNWave nevű termékcsaládjára, amit már említettem, velünk van egy ideje, de nincs kész. Nagyon érdekes számomra az, hogy tavaly év végére nagyon sok gyártó ígérte, hogy piacra lép ezzel a megoldással, ezzel a 60 GHz-es AY-os alapú TerraGraph technológiát tartalmazó multigigabit 60 GHz-es multiponttal, és aztán ez nem jött. És aztán csúsztott. És minden gyártó csúszott valamelyest vele, aztán végre megjöttek az első termékek. Hol állunk? Miben különbözik ez, mint a már nagyon régóta használt mondjuk Mikrotik 60 GHz-es AD alapú, ott is van már multipontunk? Persze, természetesen. De hát igazából ez az egész különbség az AD és az AY közötti különbségekre vezethető vissza. Isten igazából az AY, ez egy ilyen szerencsés véletlen, hogy itt tartunk most, ahol tartunk, ugyanis az AY-ban azok a képességek, amik ugye most benne vannak, és amiatt mondjuk nagyon szereti a telekommunikációs társaság, mondjuk sokkal jobban szereti, mint a sima AD-t, az pont a TerraGraph-nak a fejlődése kapcsán került bele. Tehát az, hogy most van éppen channel bondingra lehetőség, és a korábbi 2 GHz-es csatornákat össze tudjuk fogni kétszer 2 GHz-esbe, és akkor értelemszerűen ennek megfelelően nőni fog majd a kiszolgáltó sávszélesség, az is tök szép, meg az is tök jó, de itt a Media Access, ami számottevően feljavította a dolgot, tehát itt ugye egyrészt van Time Division Duplexünk, tehát időosztásos technológiánk. Szinkronizált rendszerünk. Szinkronizált rendszerünk van, ezekben a rádiókban van egy GPS vevő, a GPS vevőtől az egész hálózat szépen egyszerre ketyeg, és ki van osztva, hogy melyik időpillanatban melyik rádió az, ami éppen ad, hogy elkerülhessük azt a összeütközést a levegőben, mint ami mondjuk a Wi-Fi-nél előfordul, vagy az AD-nél is ugye elő tud fordulni, hiszen ott nincsen szinkronizálva rendszer, tehát ugyanaz a Media Access van, mint a Wi-Fi esetén, hogy belefigyelünk, hogy valaki beszél, és ha nem beszél senki, akkor beszélünk. Hát meg interferenciát okozunk, az a másik probléma, ha még beszélünk is, mert nem maradunk csöndben, akkor is az interferencia az ugye csökkenti a mi átviteli képességünket, és ezért fontos az, hogy egy időben csak a kliensek beszéljenek a bázisok fele, aztán amikor eljön az ideje annak, hogy a bázisok beszélnek a kliensek fele, akkor a másik oldalon hallgatnak ugye a kliensek, és lényegében ez jelenti a szinkronizáció. A másik sztori, amiben még ez nagyon jó, hogy egy TDMA-nk is van, tehát a rendelkezésre álló airtime-ot azt nem ilyen opportunisztikus módon dől el, hogy ki kap, hanem mindenki tud feliratkozni, hogy nekem van beszélnivalóm, és akkor kapok egy időrést, és közben el tudom mondani. Tehát így tud egyedül megvalósulni ez a self-backhaul single frequency network, tehát egyetlen egy 2 GHz-es csatornát használunk arra, hogy kommunikáljanak egymáshoz a bázisok, hogy a bázisok a kliensekkel kommunikáljanak, annélkül, hogy ezek összeütköznének. Ennek megvan a tök jó rendszer, hogy kitalálták ezt a TerraGraph a működésén belül, hogy a rádióknak vannak ilyen színei, mondjuk az egyik legyen mondjuk a piros, a másik meg a kék, és amikor a pirosok beszélnek, a kékek hallgatnak, amikor a kékek beszélnek, a pirosok hallgatnak, és ennek megfelelően fölépítve az egész hálózat, hogy ügyesen úgy vannak pakolgatva benne a különböző piros meg kék színű, virtuálisan ilyen színű nódok, hogy ne tudjanak egymás szavába vágni, lehetőség szerint elkerüljük azt, hogy bárhol is interferencia kialakuljon. Tulajdonképpen kulturált kommunikációs abszolút, forma. Nem vágunk egymás szavába, mint most. Azért egy kicsit menjünk vissza. TerraGraph. Mi köze a TerraGraph-nak ez az egész? Tehát eleve eddig nekem legalábbis az volt a meglátás, hogy vannak a Wi-Fi szabványok, azon dolgoznak különböző cégek, akik ugye hozzátesznek, legyen az 5 gigás Wi-Fi, 2.4-es Wi-Fi, AX-es, AY, teljesen mindegy. Itt is AD meg AY jött be a képbe. A TerraGraph, mint olyan, az egy cég, ha jól tudom, és ennek köze van a Facebookhoz. Ez pontosan, ez miért ennek a sztorinak az nem alapja? Nem cég. Nem. Ez a terméknek a neve, ennek az ökoszisztémának. Igazából nem is egy termék, hanem egy egész ökoszisztémának a neve, amit a Facebook Connectivity lényegében létrehozott.
belső kutatás és fejlesztés árán. Tehát fogták, volt az AD szabvány akkor, az AY szabvány még nem létezett, és akkor elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogy lehetne ezt még tovább felskálázni valamilyen olyan irányba, hogy jobb legyen. Tehát, hogy hatékonyabban lehessen használni a lehetőségeit. Ugye szédletes nagy potenciál van benne, mert relatív alacsony áramfogyasztású, az egyszerű moduláció miatt, de rendelkezésre álló sok sávszélesség miatt meg nagyon nagy sávszélességet tudunk vele átvinni. A megfelelő rádiós technológiákat használva mindenféle receiver, meg transmitter, beamformingot, meg egyéb okosságokat, ilyen phased-array antennák vannak benne. Sikerült a hatótávot is kitolni a klasszikus Omni 60 GHz-ről, amit ugye legtöbbször ezekből a headsetekből láthattunk, amivel bókláztak az emberek beltér. A virtuális térben, beltérben. A néhány méter, meg max. 10 méterről, ugye 100 méterekre sikerült kitolni ezt a hatótávot. Tehát elvitték egy olyan irányba, ami már valós világban használható volt. Uh-huh. Egyébként miért? Tehát a kérdésem az, hogy a Facebook az miért fejleszt telekommunikációs eszközöket. Tehát miért állnak neki ezt megoldani? Az ő céljuk az, hogy az embereket konnektivitáshoz juttassák a lehető legjobban. Tehát mi most egy ilyen szerencsés helyzetben élünk itt Magyarországon, nagyon jó telekommunikációs infrastruktúránk van, de az a maradék nem tudom hány milliárd embernek, aki még itt a bolygón él, annak nem feltétlenül ilyen jó helyzete, hogy mondjuk optikus hálózatokon akár 1 gigabit per szekundumos sávszélességet kapjon otthon relatív megfizethető áron. Valahol kompletten kimaradtak ebből az információs forradalomból, és mostanság mondják, hogy még egy csomó ember egyáltalán nincs is hozzáférés az internethez. Tehát a Facebook Connectivity-nek az egyik ilyen küldetése az, hogy minél több embert be tudjon kapcsolni az internetre, és ehhez ő úgy gondolja, hogy olyan technológiákat kell kifejleszteni, ami lehetővé teszi azt, hogy a, hát mondjuk hívjuk, hogy well-established telco marketbe be tudjanak jönni mindenféle különböző emberek, akik gyorsan tudjanak kiszolgálni sok embert. Tehát könnyebb legyen, olcsóbb legyen, hatékonyabban lehessen hálózatokat bővíteni. Könnyen lehessen telepíteni, igen. Tehát, hogy sokkal gyorsabban, ugye én is úgy értettem ezt, hogy akarnak egy ilyen boostot adni, és ezért tesznek bele rengeteg fejlesztési pénzt, tehát akarnak egy boostot adni a technológiába, hogy és olyan formán azzal a célkitűzéssel, hogy ez nagyon hamar eljuthasson azokhoz a tömegekhez, akik nem rendelkeznek még. Mert ugye addig, amíg az optikai hálózatfejlesztések fantasztikus sávszélességet meg megbízhatóságot biztosítanak a társadalom számára, addig nagyon lassan épülnek ki. És pont ezt tudná felgyorsítani egy olyas fajta mesh koncepció, meg multigigabit, multipont koncepció, amit igazándiból betáplálunk, ahogy Mike Budán is történt egy-két helyen, és onnantól fogva meg átszalad lényegében a telepítő brigád azon a településen, fölrak bázisnódokat, meg kliensnódokat, és ezek szépen összehozzák a hálózatot, és nem kell feltúrni a betont, meg engedélyt kérni a áramszolgáltatótól is, meg az önkormányzattól is, meg a nem is tudom még mi honnan. Hát engedélyre így is természetesen szükség van, valóban el kell ezeket helyezni, és ezeket meg kell táplálni, tehát áramra szükség van. Nyilván attól függ, hogy milyen területen kell ezeket deployolni, de ez nem feltétlenül csak ebbe a klasszikus fixed wireless access képben tud működni. Hát vannak ugye jó pont-pont megoldások, több kilométeren keresztül működő pont-pont megoldások, amik tudják mondjuk egy klasszikus WISP-nek az infrastruktúráját backhaulolni. Tehát az IT rendelkezésre mondjuk relatív nagy sávszélesség, többszörös gigabites rádió sávszélességet, azt szépen el tudjuk osztani egy klasszikus mondjuk 5 gigás access wifi fölött. Vagy éppen, ha egy modern telkóról beszélünk, aki mondjuk a következő generációs mobil technológiákra tette fel a tipjét, akkor ő a 4-5 G-s bázisállomásait mondjuk sokkal kisebbek lesznek, hogy közelebb tudjanak menni az ügyfelekhez, és ennek megfelelően több ügyfelet tudjanak így elérni. Annak a backhaul hálózat is tud lenni a megszokott 70 GHz-es mikro mellett egy 60 GHz-es mesh hálózat is. Különösen városokban, ahol kevesebb a növényzet, hiszen ennek az egyik ilyen örök ellensége a dolgok, amik belógnak a linknek az útjába, és ott mozognak. A faág az például tipikusan egy ilyen kellemetlen dolog. Fránya dolog. A városokban ez egy nagyon jó használható technológia. És feltűnő, hogy ráugrott egyébként a telkó szektor. Egyesek azt vélik, én láttam olyan prezentációkat, amiben azt boncolgatják, hogy bizonyos mobil, alapvetően mobil kommunikációra előkészült telkó cégek, lásd Vodafone, ők is, meg Telekom, meg egyebek, ők is szeretnének az otthoni internetnyújtásba ilyen technológiával esetleg gigabit feletti sávokat nyújtani,
ugyanúgy 5G-n is próbálkoznak, ugyanúgy vásárolnak fel vezetékes szolgáltatók és bizonyos szolgáltatók, tehát hogy látható, hogy itt van emögött is egy olyan fajta fejlődési irány, hogy amiket régen mi csak mobil szolgáltatónak ismertünk, ők szeretnének bizony... Vezetékes lábakat nevezteni. Jó, szerintem ne menjünk tovább, mert a Teragráfról beszéltünk, meg az egész célja, meg hogy miért jött ez most itt szóba, meg miért csinálják ezt a gyártók, és miért kíváncsiak rá a telkók. Inkább, ha a következő részben meg vesézzük ki magát ezt a berendezést, meg ezt az architektúrát, amit a Cambium letett az asztalra. Szóval folyt köv, jövő héten jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok! Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. Pá!